Jövő ősszel indul el a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium hatosztályos képzése. Az elsősorban az idegen nyelvekre és a kötelező érettségi tantárgyakra fókuszáló új osztály sikeres megvalósításához és működtetéséhez minden feltétel rendelkezésre áll az intézményben. Június végén készültek ezek a felvételek a Kölcsey gimnázium. Az intézmény 11-es tanulói tettek előrehozott érettségi vizsgát. Ők még a hagyományos 4 osztályos képzésben vettek részt. Hamarosan azonban olyan diákok is lesznek az intézményben, akik 6 évig ülnek majd az iskolapadokban. Nyáron derült ki, hogy újabb hiánypótló osztálytípussal gazdagodik a gimnázium képzési kínálata. 2020. szeptemberétől egy 6 év folyamos osztály is elindul. Az alapvető célkitűzés ennél az idegen nyelvek és a kötelező érettségi tantárgyak a kötelezően előírtnál magasabb óraszámban és csoportbontásban való tanítása, alkalmazkodva ezzel ahhoz az új törvényi szabályozáshoz is, amely szerint a 2019-20-as tanévtől a felsőoktatásban való bejutás felvétele egy emelt szintű érettségi megléte. A 6 év folyamos képzés nagy előnyének tekintik, hogy a diákoknak több idő áll rendelkezésre, ahhoz, hogy megszokják a gimnáziumi légkört, a megnövekedett elvárásokat és felkészüljenek egy vagy akár több sikeres nyelvvizsgára, és a 12. év folyam végén jó eredménnyel teljesítsék a közép és emelt szintű érettségi vizsgák követelményeit. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Kajatinné Pogácsás Edit, a megbízott intézményvezetője a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumnak. A felvezetőben elhangzott az is, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az intézményben. Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy 6 osztályos képzést elindíthassanak? Nagyon komoly feltételeknek kell megfelelnünk, jogszabályban előírt feltételeknek. Tehát egyrészt infrastruktúrális feltételekről van szó, másrészt a pedagógus ellátottságnak megfelelőnek kell lenni, harmadrészt pedig olyan eredményekkel kell rendelkeznünk, amik biztosítják azt, hogy ebben a tehetséggondozó osztályban mi valóban eredményesen fogunk tudni dolgozni, és meg tudjuk erősíteni az eddigi eredményeinket. Infrastruktúrális fejlesztések, ez nagyon leegyszerűsítve tanterem? Hát tanterem, igen, tehát egyszerűen legyen hol leültetni tanterem. Egyébként a gyerekeket, igen, természetesen erről van szó elsősorban. Hát emellett természetesen mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő digitális eszközök, eszközpark rendelkezésre álljon, ugye a mai világban ez nagyon-nagyon fontos. Biztosítanunk kell majd a tanulóknak az étkezését, amit szintén egy megoldandó probléma volt, hiszen saját pénzünk nincsen. Tehát mindezeket át kellett gondolnunk, mielőtt egy ilyen nagyot mertünk álmodni, hogy egy új képzési formát indítunk el. Na akkor nézzük ezt, miért döntöttek úgy, hogy elindítják a 6 osztályos képzést? Hát ez hosszú évek közös gondolkodása volt. Mindenképpen el lehet mondani az intézményünkről azt, hogy az innovációra mi próbálunk nagyon nagy hangsúlyt helyezni, és a meglévő tagozataink mellé mindenképpen szerettünk volna valamit, ami a profilunkba illeszkedik, viszont mégis képesek vagyunk ezáltal megújulni, és felmerült az a társadalmi igény. Szülői megkeresésekről volt elsősorban szó, hogy a szülők hoznák korábban is hozzánk már a gyerekeiket, tehát nem feltétlenül 9. osztályba, és miért nem gondolkodunk el ezen, hogy esetleg egy nyelvi előkészítő osztályt indítsunk, vagy pedig egy 6 osztályos gimnáziumi osztályt, és mi ebben megvizsgáltuk a lehetőségeinket, fantáziát láttunk ebben, és most ezért szeretettel is várjuk a 6-osokat erre a képzési formára. Bizony, ugye akkor a 6-osokról van szó? Tehát 4., 5., 6. Ez pedig azt jelenti, hogy a gimnázium falai között sokkal fiatalabbak fognak most már jelen lenni, akik eddig voltak. Igen, tehát akik általános iskolában most ugye 7.-8. osztályban koptatják a padokat, őket várjuk szeretettel, majd tehát 7.-8. már nálunk tölthetik. Na hát akkor miért jobb egyébként, vagy jó a 6 osztályos képzés a 4 osztályos képzésnél? Egyébként mondhatnám a 8 osztályos képzést is ezzel kapcsolatban. Hát igen, tehát mindenképpen, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, több idő áll rendelkezésre a tananyag megtanítására. Tehát a 6 osztályos képzésről nem arról van szó, hogy mi a 7.-8. osztály anyagát tanítanánk tovább, tehát csak gimnázium falai között, hanem teljesen úgymond nulláról indulnak a gyerekek, tehát a 4 éves gimnáziumi tananyagot
6 évig van lehetőségük megtanulni, ami azt jelenti, hogy sokkal elmélyültebb felkészülésre ad az lehetőséget, sokkal több a lehetőség a gyakorlásra, és hát a 12. évfolyam végén, tehát a kimenetnél, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, sokkal több idő áll rendelkezésre, akár a rendszerezésre, az összegzésre, az ismétlésre, és ugye ez kulcsfontosságú a sikeres kétszintű érettségi vizsga teljesítése szempontjából, és hát a felsőoktatási intézményekbe való bekerülés szempontjából, hiszen aki gimnáziumban jelentkezik, alapvetően ilyen cél jelentkezik, hogy tovább szeretne tanulni. Említette a tehetségfejlesztést, meg ugye igen, mondta is, hogy akkor főként a nyelvre helyezik a hangsúlyt. Természetesen, tehát mi itt a városban alapvetően humán, illetve nyelvi profilú gimnáziumként vagyunk elkönyvelve. Ezekre az eredményeinkre is vagyunk egyébként a legbüszkébbek, amelyet ezen a téren érünk el, és éppen ezért úgy próbáltuk ezt a képzést is megálmodni, kitalálni, hogy ehhez a profilhoz illeszkedjen. Tehát a képzésünknek az lesz a specialitása, hogy alapvetően nyelvi orientációval képzeljük el ezt az osztályt, ami azt jelenti, hogy a tanulóink, akik majd ebbe az osztályba fognak bekerülni, már a 7. osztálytól kezdve az első idegen nyelvet emelt szinten fogják tanulni, ez az általános iskolában tanult nyelvet viszik tovább, ez többnyire az angol lesz, hiszen a legtöbb általános iskolában most ezt tanulják a gyerekek. Mit jelent az emelt szint? Az emelt szint az azt jelenti, hogy ugye a kötelező óraszám nyelvből az a 3 óra, és ők heti 5 órában fogják végig tanulni 6 éven keresztül a nyelvet, ami egy nagyon jó garancia arra, hogy itt a középfokú nyelvvizsgát, ami ugye most a felsőoktatásba való bejutásnak hamarosan a feltételévé válik, még ha most el is halasztották ezt a rendelkezést, tehát hogy biztosan teljesíteni fogják tudni ezt a nyelvvizsga követelményt. Én ebben látom a lehetőségét annak, hogy sokkal nagyobb számban felsőfokú nyelvvizsgát is fognak tudni tenni a diákok. A második idegen nyelvet pedig 9-ben fogják elkezdeni tanulni, tehát itt választhatnak majd maradék 5 nyelv közül, és ezt pedig szintén nem emelt szinten, de emelt óraszámban, tehát a kötelező 3 óra helyett 4 órában fogják tudni végigtanulni, és ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy így a második nyelvből is nyelvvizsgát tudjanak szerezni a diákjaink majd. Humán tantárgyak, illetve az érettségére való felkészülés? Igen, tehát a másik súlypont pedig ennél a 6 osztályos képzésünknél, az lesz olyan sikeres felkészítés az érettségére, és éppen ezért többletórákat, többletóraszámot, azt mindenképpen a kötelező érettségi tantárgyakra szeretnénk adni az első években. Aztán utána az utolsó 2 évben, ami már a pályaorientációnak az időszaka, ott pedig a tanulók választásának, érdeklődésének, továbbtanulási szándékának megfelelően fogunk kínálni nekik lehetőséget arra, hogy ha valaki éppen orvos szeretne lenni, ő akkor a biológiát és a kémiát tanulhassa nagyon-nagyon magas óraszámban. Ha valaki informatikus szeretne lenni, akkor ő az informatikát fogja tudni magas óraszámban tanulni. Kiknek ajánlja ezt a képzést? Tehát az általános iskolások, mely általános iskolások szülei gondolkodjanak el igazán ezen? Hát alapvetően azért a Kölcseibe olyan tanulókat várunk, és olyan tanulók szoktak hozzánk jelentkezni, akik jó tanulók. Tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül kitűnő tanulók, de azért 4-es, 5-ös eredményeik vannak, motiváltak, céltudatosak, és ők meg fogják állni nálunk a helyüket. Milyen feltételi eljárásnak kell megfelelni, illetve hogyan zajlik egyáltalán a felvételi eljárás? Igen, tehát aki a 6 osztályos gimnáziumi osztályunkban szeretne jelentkezni, annak a pontszáma igazából, tehát amivel bekerülhet hozzánk, 3 részből fog összeállni. Ugye nagyon fontosak a tanulmányeredmények, tehát az általános iskolai tanulmányeredmények. Itt is elsősorban az 5. év vége, illetve a 6. fél év, ugyanis innen hoznak pontokat, 5 tantárgynak a jegyeit fogjuk beszámítani, és ezt fogjuk átváltani pontokra. Ezek a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, a matematika, illetve az általuk tanult idegen nyelv, illetve ezen kívül meg kell írniuk a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgát, magyar nyelvből, illetve matematikából, és akkor ebből áll össze egyharmad pont, mindegyikre 50-50 pont szerezhető, tehát így 150 pontot lehet összesen elérni. Már a következő tanévben, a 2020-as tanévben elindítják.
Igen, tehát már most lehet jelentkezni, december 6-a egyébként a központi írásbeli vizsgára való jelentkezésnek a határideje, tehát addig még, lehet gondolkodni. Égnek a telefonvonalak? Égnek a telefonvonalak, igen, tartottunk pályaválasztási szülőértekezletet is, nagy volt az érdeklődés a hatosztályos képzésünk iránt. Érkeznek be szívszámmal a jelentkezési lapok is, tehát nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, hogy a mi elképzeléseink úgymond megfelelnek azoknak a szülői tanuló igényeknek, amelyet mi úgy gondolunk, hogy támasztottak felénk, és szép számmal fognak jelentkezni diákok. És azért, ha hozzáteszük, a Kölcsei Gimnázium országos szinten is a legjobbak között van. Igen, tehát remélem, hogy ez is vonzerőt fog jelenteni majd a jelentkezők számára. Hogyha végeznek a diákok, akkor főként hova jelentkeznek, és milyen eredménnyel, sikerességgel? Ez nagyon-nagyon változó egyébként, tehát nagyon különböző irányokba jelentkeznek, mert mindenki, tehát sokan azt gondolják, hogy ugye mivel mi humán és nyelvi profilú gimnázium vagyunk, hogy akkor ilyen irányba tanulnak tovább a diákjaink, de nagyon-nagyon változó, tehát a Budapest, illetve a Debreceni egyetemeket preferálják, és hát ezek közül egyébként szinte minden egyetem minden szakján ott vannak a diákjaink, és ami nagy büszkeségünk, hogy többnyire államilag finanszírozott szakokra sikerül bekerülniük. Tehát akkor ugye említette, hogy főként önök humán, illetve nyelv, de ez nem jelenti azt, hogy csak humán. Nem. Tehát igazából én azt látom, hogy a nyelv az a diákoknak, és egyébként nagyon jól gondolkodnak, egy eszköz. Tehát egy eszköz arra, hogy ők később érvényesülni tudjanak, megszerezzék ugye a felsőoktatásba való bejutáshoz szükséges többletpontokat adó nyelvvizsgát, ugye diplomát sem kaphatnak nyelvvizsga nélkül, nagyon sokan multinacionális cégeknél vagy netán külföldön szeretnének dolgozni, tehát ugye a nyelvtudás ennek is a feltétele, viszont emellett ők azért nagyon sok felé specializálódnak. És tényleg a 11.-12. évfolyamon rengeteg tantárgyból indítunk fakultációkat, tehát emelt szintű csoportokat, biológiából, kémiából, informatikából, van olyan év, hogy fizikából is összejön egy-egy csoport, és ez mind-mind azt mutatja, hogy ezek a gyerekek ezekkel a tantárgyakkal legkülönbözőbb, tehát műszaki, informatikai, orvosi, gyógyszerészeti, vegyészeti, gazdálkodási szakokat jelölnek meg, tehát nagyon sok felé tudnak innen tovább menni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.